Közel 2000 adománycsomagot osztott ki rászorulóknak decemberben a Vöröskereszt megyei szervezete. A november közepén meghirdetett csak egy kis apróság elnevezésű akcióban közel 30 intézmény, óvoda és iskola vett részt. A humanitárius szervezet persze nem csak ilyenkor egész évben várja a felajánlásokat. Így az évvégi ünnepek idején pedig arra kérik a véradókat, ilyenkor se feledkezzenek meg az adakozás ezen formájáról. Vérigényes műtétek, sürgősségi ellátás, az a karácsony nincs erre tekintettel, illetve ezek ugyanúgy megtörténnek akkor is, hogyha karácsony van, és akkor is, hogyha nem. Viszont ilyenkor mindenki egy picit háttérbe vonul, a családjára fókuszál, viszont mivel a kórházban a munka az ugyanúgy folytatódik, illetve soha nem lehet előre kiszámítani, hogy mikor van szükség egy nagyobb vérkészletre, akkor erre nekünk ilyenkor gondolnunk kell. Fontos ugyanis, hogy ne maradjanak el amiatt műtétek, mert bizonyos típusú vérből nincs elég készleten a kórházakban. Vérünkkel 3 ember életét tudjuk megmenteni, így nem túlzás kijelenteni, ez a legszebb ajándék, amit adhatunk. A Vöröskereszt megyei igazgatója arról is beszélt a 35 percben, hogy a véradási kedvet is visszavetette a járványhelyzet, erre pedig reagálnia kellett az érintett szervezeteknek. Akkor, amikor az első hullám idején elkezdtünk dolgozni, akkor a módszereinket változtattuk meg, és sokkal nagyobb szerepe lett a személyes megszólításnak. Majdnem mondhatom, hogy az egész országban bevett gyakorlattá vált az, hogy a plakátolás és a donorbehívók mellett mindenkit személyesen megszólítunk a véradások előtt. Tehát, hogyha tudjuk, hogy holnap után például Nagykálóban lesz véradás, akkor a nagykálói véradókat a kollégák végighívják telefonon, ezt a listát az Országos Vérellátó Szolgálattól kapjuk meg, és ezen a telefonos listán végigmegyünk, megszólítjuk őket. Egyrészt a személyes megszólítással az elköteleződésüket is meg tudjuk erősíteni. Emellett ilyenkor azokra a kérdésekre is választ tudnak adni, amelyek a donorokban merülnek fel a véradással kapcsolatban. Például, hogy mennyire biztonságos járványhelyzet idején vért adni, oltás vagy a koronavírus fertőzésen való átesés után van-e, és ha igen, mikor lehetőség. A megyei igazgató beszámolt arról is, ha vállal donorszámot, ha kis elmaradással is, de tudták idén is teljesíteni.